más intervallumokban mérjük, illetve készítjük a statisztikákat azzal kapcsolatban, hogy hány illegális migráns érkezik az országba, illetve az Európai Unió területére. Arról tudunk önöknek beszámolni, hogy a mai napon ez a szám gyakorlatilag nulla a horvát határszakaszon. Ha egy kicsit pontosabb akarok lenni, akkor a déli határszakaszon, a szerb és a horvát határszakaszon, illetve a szlovén határszakaszon összesen 6 ember fogtak el a rendőrség, illetve a honvédség itt lévő erői. Ebből egyébként egyet már a szlovén határszakaszon újra bevezetett, ugye délelőtt erről beszéltünk, mindjárt vissza is térhetünk erre, az ideiglenesen visszaállított határellenőrzésnek köszönhetően, de gyakorlatilag a déli határszakaszon megszűnt az illegális migránsok érkezése az országba, és nyilvánvaló korai még bármilyen kijelentést tenni, de azt tudjuk mondani, hogy az intézkedések, amelyeket a magyar, illetve az európai határok védelme, a schengeni övezet védelme érdekében hoztuk, azok az első napon mindenképpen működnek. 9 óra magasságában a Rédicsi határ átkelőnél egy kb. 150 fős migráns csoport jelent meg, amely megpróbált belépni Magyarország területére, és ennek következtében döntött úgy a kormány, illetve hoztuk azokat az intézkedéseket, hogy csak úgy, ahogy Németország a déli határa, illetve az osztrák határ mentén, illetve részben Ausztria is, Magyarország is a szlovén féllel, illetve Brüsszellel egyeztetve ideiglenesen, de a kellő ideig visszaállítja a határellenőrzést a határokon. Hadd tegyem azért hozzá, mert nyilvánvalóan a Szlovéniával kialakult kétoldalú viszonyban, illetve az emberek hétköznapjaiban kialakult megszokott rendben ez látszólag okoz gondot, hogy valójában a nap folyamán a reggelt leszámítva nem volt szükség ilyen típusú intézkedésre, tehát ez azt jelenti, hogy napközben a forgalom, illetve az áruforgalom a megszokott rendben zajlott. Minden esetre a magyar hatóságoknak most már megvan az a joga az előzetes értesítés követően, hogyha szükség van rá, úgy alakulna a helyzet, akkor ezt az ellenőrzést tudják folytatni. Még egyszer szeretném megismételni, hogy ez hasonló formát ölt, mint ahogy a német-osztrák, vagy éppen egyesalapnál az osztrák-magyar határon. A magyar rendőrség a törvényes eszközökkel garantálni fogja az államhatár őrizetét és a magyar államhatárok életét és magyar biztonságát. Horvát-magyar határszakaszon valamennyi közúti és vasúti határát kerül helyen szükség esetén képesek vagyunk a zárásai rajtására. Mindenütt a helyszínen vannak azok a speciális fémkapuk, amelyeket a tévénézők már láthattak a szerb szakaszon, Röszkénél. Ezek ott rendelkezés állnak pár perc alatt telepítve.